szervezet csak a benyomását keltették eddig. Igazi rangadó vár vasárnap a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapatára, hiszen az elmúlt idényben még az NB1-ben küzdő Gyirmót vendége lesz. Bár még csupán a harmadik forduló következik az NB2-ben, az azonban elmondható, hogy két komoly játékerőt képviselő gárda találkozik egymással. Gyirmóton ugyan szinte új csapat épült, de így is jól indult a szezon számukra, hiszen egy Budaörs elleni döntetlen után meggyőző játékkal 5-0-ra nyertek az Zalaegerszeg ellen. A Spari is remek rajtot vett, két győzelemmel kezdte a bajnokságot, így a csapat a 3 pont reményében utazik Gyirmótra. A szabolcsi csapat felkészülését pedig az a Bene Ferenc segíti, aki nem is olyan régen még az ellenfélnél tevékenykedett. A két győzelem után valóban jó hangulat az öltözőben, és mindenki fokozottan figyel, gondolom, erre a mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy a gyenge pontokra fölhívjuk a figyelmet Bene Ferenc segítségével, aki feltérképezi nekünk az ellenfeleket, és egy nagyszerű videóanyaggal kiegészített előadás keretében bemutatja. Remélem, hogy úgy tudunk felkészülni, hogy sikeresek lehetünk. A siker kovácsa a szervezet védekezés lehet a mérkőzésen, ebben pedig kulcs szerepet kaphat Jova Levente, aki a legutóbb Budaörs ellen is nagyszerű védésekkel járult hozzá a csapat a győzelméhez. Nyilván a védekezésből tudunk támadni, hogyha megvan egy stabil védekezés, akkor azt fel tudjuk építeni abból a támadásainkat. Ha nullára lehozod a mérkőzést, ugye, ahogy a mester szokott fogalmazni, azt ingyen adják az 1 pontot, de előrefelé nagyon jó kvalitású játékosaink vannak nekünk is, és én bízok bennük, hogy nem lesz egy 0-0-ás mérkőzés, ugye az ő nevük mellett azért nulla lesz, nulla marad, de mi nevünk mellett pedig több gól is lehet, vagy akár legyen egy 0-1, akkor azt is ugye aláírtuk. Nem csak a kapott gól elkerülése lesz kiemelten fontos a mérkőzésen a Spari szempontjából, hanem az is, hogy támadói elől minél eredményesebben éljenek a kínálkozó lehetőségekkel. Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésünkön eddig, akár legyen az bajnoki, akár barátságos meccsen lőttünk gólt, vagy gólokat. Úgyhogy, hogyha le tudjuk nullára hozni ugye ezt a meccset kapott gól nélkül, akkor biztos, hogy megnyerjük ezt a találkozót, mert olyan támadóink vannak, akik eredményesek tudnak lenni, és jól megértjük egymást, úgyhogy tényleg az, hogy ne kapjunk gólt, az nagyon fontos lesz ezen a meccsen, mert két erős ellenfél találkozik, ilyenkor gyakran előfordul, hogy egy 1-0-ás győzelem az egy nagyon fontos 3 pontot jelenthet. A Nyíregyháza Spartacus teljes kerettel készülhet, se eltiltott, se sérült nincs a csapatnál. A Spari a Gyirmót ellen vasárnap 19 órakor lép pályára Győrben.